3, 2, 1! Különleges hangulatban szervezték meg a dél-koreai gyár alapkövetételi ünnepségét. A leendő üzem helyszínén állítottak fel egy hatalmas rendezvénysátrat, elsőként a távol-keleti cég elnöke szólt a jelenlévőkhöz. Azért esett a választásunk Magyarországra és Nyíregyházára, mert itt dinamikusan fejlődik az elektromos autóipar. Abban bízunk, hogy gyümölcsöző lesz az együttműködésünk. Amikor megalapítottam a cégünket, akkor úgy gondoltam, hogy aki uralja az akkumulátorok működését, az kezében tartja a jövőt. Ezt most is így gondolom. Kiváló partnereink vannak Németországban és az Egyesült Államokban is, de az európai jelenlétünket a nyíregyházi gyárunkra alapozzuk. Fogalmazott Choi Won-kun, a WScope elnöke. Nyíregyháza polgármestere arról beszélt, az ipari parkuk készen áll az év egyik legnagyobb beruházásának fogadására. Az az igazság, hogy nagy örömünkre szolgált, és nem titkolom, hogy mindent megtettünk a pozitív döntésért, mert 2019 óta a városvezetés prioritása az, hogy munkahelyteremtő új világszínvonalú beruházások érkezzenek Nyíregyházára. És ezért a kormánynak köszönhetően az ipari parkunkat úgy tudtuk fejleszteni, hogy már több mint 400 hektár területtel rendelkezünk. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője, a szakképzés fontosságát emelte ki ünnepi beszédében. Minden energiánkkal arra törekszünk, hogy a termelés beindításakor rendelkezésre álljon a megfelelő képzettséggel rendelkező munkaerő. A városnak van egy jó egyeteme, pontosabban a városnak és a megyének, és van az országban igen előkelő helyen jegyzett szakképzési centruma, amely 10 oktatási intézményt foglal magába. A néhány éve működő új szakképzési rendszernek is köszönhetően egyre több diák tanul ezekben az iskolákban, és mindez elősegítheti a jól képzett munkaerő biztosítását. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott, a szankciós európai politika megbukott. Csak a versenyképesség fenntartása jelenthet kiútot a recesszióból. Ugyanis ahhoz, hogy kimaradjunk a recesszióból, egészen egyszerűen fenn kell tartani a gazdasági növekedést, a gazdasági növekedés fenntartásához pedig beruházásokra, mégpedig sok és nagy beruházásokra van szükség. Ugyanis az elkövetkezendő években az a gazdaság tud túlélni, vagyis az a gazdaság tudja elkerülni a recessziót, amely még ilyen körülmények között is képes arra, hogy egyre több beruházást vonzon. Ebből a szempontból jó hír, hogy Magyarország idén is meg tudta dönteni a beérkező beruházások rekordját. Még csak október van, de elmondhatjuk, hogy az idei esztendőben érkezett Magyarországra minden idők legtöbb beruházása. Ez a hatalmas beruházási rekord, amit idén ünnepelhetünk, alapvetően annak köszönhető, hogy a világgazdaság jelenleg zajló legnagyobb horderejű folyamatában, vagyis az elektromos autóipari forradalomban Magyarország a legnagyobb nyugati és legerősebb keleti vállalatok találkozási pontjává vált. A magyar-dél-koreai gazdasági kapcsolatok eredménye tavaly elérte az 5 milliárd dollárt, idén pedig további 17%-kal bővült. Az új nyíregyházi gyárban 1200 munkahelyet teremtenek, és évente 1,2 milliárd négyzetméternyi szeparátorfóliát terveznek előállítani.